Köszöntök mindenkit Báthori István emlékéve alkalmából. Báthori Istvánt 450 évvel ezelőtt választották meg Erdély fejedelmévé, és 445 évvel ezelőtt esküdött fel lengyel királynak a krakkói Wawelben. Így ma a lengyel függetlenség napja alkalmával is egybekötve Báthori István lesz a témánk. Különösen Báthori István lengyelországi uralkodásáról lesz szó, annál inkább, mert a lengyel történelemben az ő szerepe, az ő történelmi öröksége rendkívül fontos máig, miközben itt Magyarországon a középiskolai tananyagban nagyon keveset írnak arról, hogy miért is nevezik a lengyelek Báthorit az egyik legnagyobb királyuknak. Amit valószínűleg mindenki tud róla tanulmányaiból, hogy Báthori 1533-ban Szilágysomlyon született, Pozsonyban és Bécsben nevelkedett, majd 8 hónapot eltöltött Itáliában is. Erdélybe visszatérve, 23 éves volt ekkor, a rendek nevében ő köszöntötte a visszatérő Izabellát és Jánost, akik katonai feladatokkal bízták meg őt. Ki volt Izabella és János? Ez is nagyon fontos Báthori lengyelországi karrierjével kapcsolatosan. Izabella ugye első öreg Zsigmond lengyel király lánya, aki feleségül megy Szapolyai Jánoshoz, és így magyar királyné is lesz. Izabella és Szapolyai házasságából, tehát egy lengyel és egy magyar, egy lengyel uralkodó családból származó hölgy és egy magyar trónra pályázó magyar úr házasságából születik meg a kis János, második Szapolyai János néven lesz majd ismert a magyar történelemben. Tehát ez a Szapolyai Jagelló dinasztikus kapcsolat, dinasztikus házasság rendkívül fontos, hogy majd a Jagelló ház kihalása után, ami nem sokára bekövetkezik, Báthori egyáltalán pályázhasson a lengyel trónra. Tehát egyelőre katonai feladatokkal bízzák meg, és Habsburg Ferdinánd seregei ellen harcol. Ugye ez a három részre osztott Magyarország kora. Váltakozó sikerrel folynak ezek a hadakozások, de karrierje felfelé ível. Fontos, hogy András testvérével együtt bekerülnek Izabella melletti királyi tanácsba, majd aztán rövid időre háttérbe szorul. 2 évet egyébként még eltölt a bécsi börtönben is, bécsi fogságban. Szabadulását egyébként a török szultán, a velencei dózsa és a lengyel király eszközölte ki Habsburg Ferdinándban. János halála után mégis őt választják Erdély fejedelemmé, és e pozíciójában elévülhetetlen érdemeket szerzett a kormányzati rendszer kiépítésében. Ez is azért fontos, mert az erdélyi tapasztalatai, az, hogy ő erdélyi fejedelme lehetett, és ő ott a kormányzati rendszert megreformálja, a hadsereget megreformálja, ez később, nem sokkal később, lengyel királyként, mondhatjuk úgy, nagyban is kipróbálhatja. Egyébként kiemelkedő műveltségű, több nyelven beszélő, világlátott és katonai ügyekben járatos politikus volt. Ez megint nagyon fontos abban, hogy őt majd lengyel királyá válasszák. De hogyan lesz mégis lengyel király? Ugye Izabella bátyja, az utolsó Jagelló, Zsigmond Ágost, aki öreg Zsigmond, tehát az apjuk után átveszi a lengyel-litván állam trónját. Zsigmond Ágost 1572-ben meghal, örökös nélkül. Tehát a Jagelló ház férfi ágon kihalt. Az 1550-es években
Egyébként még Izabella fiaként, a kis Jánost, János Zsigmondot lehetséges trónörökösként tartották számon, de nem tud lengyel király lenni, hiszen előbb meghal még a nagybátyjánál is, tehát a lengyel királynál is. Tehát mindenképpen új dinasztia alapítására van kilátás Lengyelországban. Persze a Jagellókkal kötött házasságok révén a Habsburgok mellett a svéd Vazaház, illetve a francia Valois család is bejelentkezik a lengyel trónér. 1573-ban az első királyválasztási ülésem, a gyűlésen a francia párt nyer, így Valois Henrik lesz a lengyel király. Hát bő egy évig uralkodik Lengyelországban, majd visszatér Párizsba, hiszen ott is megürül a trón, és úgy dönt, hogy mégis jobb francia királynak lenni, mint lengyel királynak, úgyhogy végül is üresen hagyja Lengyelország trónját, és elmegy Franciaországba. Tehát újra királyt kell választani Lengyelországban. Ekkor született meg az ötlet, hogy a királyi trón megszerzésének egyik feltétele Jagello Anna legyen, aki egyébként Izabella és Zsigmond Ágost testvére. 1575-ben ugyan, tehát húzódik sokáig ez a királyválasztás, 1575-ben ugyan Báthory alul marad még Habsburg Miksával, aki szintén házasságok révén érdekelt a lengyel trón elszerzésében, vagy egyáltalán lehetősége van a lengyel trón megszerzésében. Ám a választásnak egyhangúnak kellett lennie. Tehát egy hosszú húzavona kezdődött Báthory és Habsburg Miksa tábora között, hogy végül is ki legyen a lengyel trón. Báthory inkább az úgynevezett nemzeti párt jelöltje volt, és hát több feltételnek is megfelelt. Többek között az, hogy hajlandó volt elvenni Jagello Annát. Ezen kívül, hogy a királyjá választásának feltétele Jagello Anna feleségül vétele volt, más feltételek is voltak a nemzeti párt részéről, tehát mindenképpen alkalmas királyt kerestek ebben az időben, hiszen Lengyelország, Lengyel-Litván állam ekkor már több oldalról fenyegetett volt, ugye délről a török terjeszkedett, keletről az orosz cári birodalom felemelkedésével kellett számolni, sőt, már harcban álltak kvázi ugye a balti területekért, tehát amit Livóniának nevezünk, erről majd még beszélni fogok, tehát az orosz cárral, aki egyébként nem más volt ebben az időben, mint negyedik Iván, akit rettenetes Ivánként, vagy Iván a félelmetesként ismerünk a történelemből, feltétel volt akkor, hogy az új lengyel királynak fel kell venni a harcot negyedik Ivánnal, tehát hadakozásban jártas szemét kerestek, ennek megfelelt Báthory, mint említettem, illetve hát katolikusnak is kellett lennie, aminek szintén megfelelt Báthory. Itt megosztok néhány képet. Itt látható az egyik felén egy ilyen fekete-fehér korabeli rajz Báthory Istvánról, illetve a másik oldalon Báthory István és Jagello Anna szerepel. Azt gondolták a rendek, a lengyel-litván rendek, hogy mivel egy választott király, és nem Jagello, nem is lengyel, lesz Lengyelország trónján, majd engedelmes lesz a rendek felé, tehát nem fog uralkodni, nem tud uralkodni nélkülük, hanem kénytelen lesz rájuk hallgatni. Báthorynak egész más volt az arszpolitikája, és ezt hamar tudatta is a rendekkel. Egy idézettel szeretném ezt érzékeltetni, amit Báthory a koronázás előtt mondott el.
Nem juhakolban, hanem palotában, szabad emberként születtem. Sem a szegénység nem hozott ebbe az országba, mert mindig volt mit ennem és magamra öltenem. Ezért szeretem és megvédem a szabadságomat. Isten akaratával ti választottatok királyotokká. Kérésetekre és sürgetésetekre jöttem ide. Ti tettétek a fejemre koronát. Így hát a királyotok vagyok, nem faragott és festett báb. Uralkodni és parancsolni akarok, s nem tűröm, hogy tanítóim és tanácsuraim legyetek. Inkább őrizzétek meg szabadságotokat, nehogy azokkal visszaéljetek. Én ezerszer inkább a közbékét óhajtom, mint a koronázást. Kész volnék 10 évig várni a koronázásra. Gondoskodjatok tehát a koronázás előtt a kiegyezésről. Mert ha egyszer meg vagyok koronázva, nem bánhattok enyhén az ellenszegülőkkel. Akkor talán majd meg fogjátok kérdezni, hogy miért bánok velük oly szigorúan? Azért, mert a király méltóságomat meg nem oltalmazom, meg kell oltalmaznom, és arra fogok törekedni, hogy ellenségeimet eltiporjam. Azt hiszem, hogy ez az arszpoétika egy elég keménykezű uralkodót vetít előre. Egyébként a rendek elvárásaival szemben Báthorinak volt abban igaza, hogy a lengyel-litván állam élére ebben az időszakban egy erőskező uralkodó kellett. És nem csak az orosz cárral vívandó leendő háború miatt, hanem egyébként is ezt a sok nemzetiségű és sok vallású, sok nyelvű országot, hatalmas kiterjedési országot a Jagellóház kihalása után egyben kellett tartani. Ugye mi ez a lengyel-litván állam? Erről is kell néhány mondatot mondanom, mert nem biztos, hogy a tankönyvekből ez világos. A lengyel-litván állam lényegében egy personál uniónak köszönhetően jön létre, amikor létrejön a Jagelló dinasztia, a litván Jagellót választják meg lengyel királyá is, így a litván nagyfejedelemség, amely egyébként ekkor elfoglalja, vagy magában foglalja pontosabban a mai Litvánián kívül a mai Belarus, Fehér Oroszország egész területét, és a mai Ukrajnának nagyjából kétharmadát. Nem megy le egészen a Fekete-tengerig, de nagyjából a mai Ukrajna kétharmadát, északnyugati területét főképpen magába foglalja, és a mai Oroszországból is egy kis részt, mai Oroszország nyugati részéből egy kis részt magába foglal. Ehhez társul personál unióként a lengyel korona, így létrejön Európa egyik legnagyobb ország, ami folyamatosan még ráadásul terjeszkedik is, így Európa legnagyobb országa lesz, amikor 1569-ben már érzékelve, hogy az utolsó Jagelló trónörökös nélkül hal meg, ezt megkötik a Lublini Uniót a lengyelek és a litvánok egymás között. Így, ami azt jelentette, hogy uralkodótól függetlenül is egyben marad ez a két állam, tehát egy reál unió jön létre a personál unió után, Európa legnagyobb országa lesz. A Balti-tengertől majdnem a Fekete-tengerig, az Oderától a Dnyeperen túl terjed, 2,5-szer nagyobb, mint a Mohács előtti magyar királyság. Egy pillanat, és itt mutatok is egy képet. Itt látható a lengyel-litván királyság, abban az időszakban, amikor 1576-ban Báthori felesküdik. Látjuk, Krakkó itt van a délnyugati részében ennek az országnak, és nagyjából a nagy közepét teszi ki a litván fejedelemség, alatta pedig úgy, hogy az ukrán területeket a Lublini Uniónak, Lublini Unió értelmében az egész államszövetségen belül a lengyel királysághoz csatolják át, így nő meg a lengyel királyság területe ebben a közös
államban látjuk egészen egy Nyeperen túlig, Poltaváig és Szicsig terjed, ami talán a kozák felkelések kapcsán, vagy filmekből esetleg ismerős lehet. Báthory tehát 1576 és 1585 között, 86 között, tehát 10 évig Lengyelország királya. Ekközben Erdély ügyei testvére Báthory Kristófra bízza, aki maga is egyébként Krakkóban él. Báthory annak ellenére válik a lengyel történelem egyik legnagyobbra tartott királyává, hogy amit említettem, hogy az arszpolitikája, az uralkodásról volt arszpolitikája nagy mértékben eltért a nemesség elképzeléseitől, nem fogadta el ennek a nemesi köztársaságnak a béklyóit, ahol a nemesség beleegyezése nélkül nem vethet ki adót, nem kezdhet háborút, nem korlátozhatja a nemesség jogait sem. Ebből kifolyólag természetesen zsarnoknak tartották, mert kíméletlen eszközökkel letörte az ellenállást, majd sikerrel konszolidálta az ország gazdaságát, és visszaszorította a korrupciót, ezt követően megreformálta a hadsereget, és végül három nagy hadjáratban leveri, belegyőzi negyedik Iván orosz cárt is. De ne szaladjunk ennyire előre, beszélni szeretnék röviden Báthory reformjairól is. Először is a bírósági rendszert alakítja át. Létrehozza a királytól független koronabíróságot. Meghatározott állandó helyen zajlik a bíráskodás. Hivatali rend szerint megfelelő szakértőkkel működik. Tehát egy modern bíróságot hoz létre. Ennek köszönhetően azért átmenetileg középtávon visszaszorul a korrupció, de a nemesek ennek örülnek. Tehát az az igazság, hogy bár zsarnoknak tartják, de például ez egy olyan intézkedés, amely a nemesek akaratának megfelelő. Ennek köszönhetően az országgyűlés, a nemesekből álló országgyűlés örömmel megszavazza a hadsereg felállításához szükséges különadót. Ugye az adórendszer megreformálása is nagyon fontos. Egyrészt kiderül, hogy Báthory azt gondolja, hogy egy gazdag ország vezetését veszi át, hát kiderül, hogy ez nem teljesen így van. A királyi kassa meglehetősen ki van öröve. Ezért új adókat vezet be. Nagyon érdekes, hogy tanulmányozza a nyugat-európai modelleket, és hát lényegében a forgalmi adó, a mai áfának az egyik elődjét vezeti be a lengyel-litván államba, de hát nem mindegy, hogy mire vetik ezt ki. Élelmiszerre nem lehet kivetni, mert akkor a szegényekkel kiszúrnak. Mi az, ami jól jövedelmezhet ebben az államban? Hát az alkohol. Jövedéki adót, illetve hát forgalmi adót vet ki, bocsánat, az alkoholra, és hát még őt is meglepi, hogy milyen komoly jövedelem származik az alkoholból. Tudta, hogy a lengyelek sokat isznak, de még a képzeleteit is felülmúlta. Ugye ez rendkívül fontos volt a hadsereghez, és ahhoz, hogy egyáltalán háborút tudjon kezdeni negyedik Iván ellen, tehát térképen is látjuk, de ott fönt északon majd a hadjáratainak az útvonalait, szaladjunk ennyire előre, csak mondom, hogy nagyon fontos. Bevezeti a telekkatonaságot, azaz a királyi birtokokon minden 20 jobbágy telekről egy főt katonai szolgálatra kellett küldeni, aki ezáltal mentesült is a jobbágyi kötelezettségek alól. Kiképzésüket a magyar hajduk irányították. Az így felállított gyalogezredek már a livóniai háborúban megmutatták a jelentőségüket. A lovasságból pedig magyar és rác mintára könnyebb fegyverzettel és vértezettel ellátott huszárságot hozott létre, amelyeket magyar és német zsoldosokkal egészített ki. És ha már itt a németeket említem, meg az adót, illetve a pénzbevételeket említettem, meg kell jegyezni, hogy Báthory egyébként az adóbevételek, az adóreformon túl és az adóbevételek megnövek,
lésén túl nagyon jól, jó ütemben tudott felvenni Nyugat-Európából hiteleket, amely szintén nagyon fontos volt a modern hadsereg kialakításában. Megregulázza a peremvidéken élő kozákságot. Ugye a kozákok ebben a délkeleti kiszögelésben élnek legfőképpen, Szics környékén van a bázisuk. Róluk azt kell tudni, hogy nagyon röviden, hogy a senki földjére menekülő ukrán, lengyel-ukrán parasztok, főleg ukrán parasztok, illetve deklasszálódott ukrán nemesek, illetve olyan rétegek, amelyek nem igazán akartak, vagy nem igazán tudtak a királyi rendbe betagozódni, és azt a keleti részt választották az életük helyszínévé, ahová a központi királyi hatalom már nem nagyon ért el, a központi királyi adminisztráció már nem nagyon ért el. Megregulázza őket Báthory, és lényegében a székelység mintájára megszervezi őket, védelmi feladatokkal látja el, 6000 főt közülük király Lajstromba vesz, akik zsoldot, fegyvert és lovat kapnak, így hatékonyan védhették az ország délkeleti határait. És egyébként még ezen túl a modern tűzérség felállítása is Báthory nevéhez fűződik. Egyébként rendkeretek katonai szó a lengyelben, magyarból, illetve hát a magyar közvetítéssel a törökből származik, pont Báthory uralkodásának köszönhetően a dobos, a sereg például máig létező lengyel szavak, vagy a szabjából, ahogy amit a lengyelek sablának ejtenek. A királyi bevételeket 10 év alatt megduplázza. Ennek köszönhetően azért már uralkodása első néhány éve után már komoly hadsereggel rendelkezik. A livóniai háború. Ugye említettem, hogy Báthory uralkodásának kezdetén, tehát egyébként királyá választásának egyik feltétele az volt, hogy az évek óta folyó livóniai háborút meg kell nyernie. Ugye a livóniai háború nagyjából a mai Észtország, Lettország területén zajlott. Jelentőségét ennek a területnek az egész évben hajózható kikötők, a borostyán és a hatalmas erdők adták. Livónia egyébként egy ilyen laza konfederációként képzelhető el, amelyet a Hanza szövetséghez tartozó autonóm kereskedővárosok, mint Riga, vagy Reval, mai Tallinn, illetve Dorpat, a mai Tartu jelentette, illetve a német lovagrendből kiváló kartestvérek rendje, a rigai érsekség és három püspökség alkotta ezt a konfederációt. A kartestvérek és a rigai érsek folyamatosan rivalizált, és egyébként az uralkodó elit, valamint az őslakosok között is nemzetiségi feszültségek jöttek, alakultak ki, így eléggé sebezhetővé vált ez a konfederáció, ez az állam. Közben fölbomlik a Hanza szövetség, a reformáció egyre nagyobb teret nyer, Oroszország pedig hát megerősödik. Ezen a térképen is látjuk, hogy már az orosz cári birodalom már nem csak Moszkva környékén, hanem lényegében majdnem Azovnál, a Don folyó és az Azovi tenger találkozásától egészen Pszkovig terjedt, tehát ez az egész évben hajózható balti tengeri kikötőrész rendkívül fontos volt IV. Iván számára. Már 1558-ban rátámad Livóniára, azzal a szándékkal, hogy ezt kiáratot hát megszerez és bekapcsolódjon az európai kereskedelemben, így Oroszország nemzetközi pozícióját megerősítse. Egyébként meg kell jegyezni, hogy Báthory
erről nem beszéltem, de hogy miért akart egyáltalán Báthory lengyel király lenni. Hát a koronázási beszédében is elmondja, hogy nem a pénzért, nem a vagyonért, nem a dicsőségért, hanem azért, mert a három részre szakított Magyarországon, ugye Erdélyben, ő úgy látta, és hát nyilvánvalóan nem egyedül, hogy Lengyelországra támaszkodva lehetne esetleg a törököt kiűzni. Tehát egy erős Lengyelországra támaszkodva lehetne a lengyel törököket kiűzni. Ezért, ha ő átveszi a lengyel trónt, megerősíti Lengyelországot, akkor majd egy bizonyos pillanat után északról nyilván akár Európai Szövetségben támadást lehet indítani. Annak érdekében, hogy a magyar királyság egységét helyreállítsák. Na most Báthory úgy látta, hogy, és jól látta, hogy a lengyel-litván állam csak akkor lehet erős, ha Oroszországot visszaszorítják. Tehát nem csak azért harcolt IV. Iván ellen, mert ez volt a koronázásának az egyik feltétele, hanem azért is, mert pontosan tudta, hogy Lengyelország annál erősebb, minél gyengébb az orosz birodalom tőle keletre. És azért érdekes ezt most is hangsúlyozni, még 2021-ben is, hiszen a lengyel külpolitika egyik alapvető eleme máig, hogy minél keletebbre van Oroszország, legnyugatibb határa, minél gyengébb Oroszország, minél kisebb Oroszország, Lengyelország függetlensége, szuverenitás és biztonsága annál inkább garantálva van. Na, ezt nem ma találták ki, nem József Piłsudski találta ki 100 évvel ezelőtt, hanem már Báthory lengyel királysága alatt is teljesen világos volt. Tehát 18 éve zajlik már ez a háború, amikor Báthory bekapcsolódik, és 1577-ben, tehát egy évvel a megválasztása után már meg is indítja első támadását, láthatjuk ezen a térképen, aztán 79-ben elfoglalja Polotkot, majd 81-ben bevette Pszkov, orosz várost is. A taktikája nem csak a modern hadserege, a tüzérsége, de a taktikája is meglepi az oroszokat, ugyanis Báthory nem nyílt konfrontációra törekedett, hanem orosz területen támadott, és hátba támadja az orosz csapatokat, amelyek már betörtek Livóniába. Látható, hogy betör az itt ilyen szürkés színnel jelölt Oroszországra, és ott támadja meg az orosz seregeket, elvágja őket az utánpótlástól. Egyébként az is egy újítása volt, hogy utakat épített, tehát az utászok, árkászok nagy szerepet játszottak ebben a háborúban. Tehát korábban főleg az orosz hadvezetés nem találkozott ilyen harcmodorral. Legyőzi IV. Ivánt, győzelmének köszönhetően Oroszország 100 évvel később tudja csak megszerezni ezt a területet. Tehát 100 évre vissza tudta Oroszországot szorítani Báthory István a balti tenger partjairól, majd csak ugye Nagy Péternek sikerül 18. század elején megvetni ott a lábát, és azt is el kell mondani, hogy Báthory az utolsó lengyel király, aki gyarapítja a lengyel-litván állam területét. Tehát Báthory felismerte, hogy egy erős Lengyelország egy olyan közép-európai nagyhatalmi szerepet jelenthet, amely képes lehet egy török ellenes hadjárat élére állni és kiűzni a törököt Európából. Ez nagyon fontos momentum a magyar történelem szempontjából is, tehát ezt érdemes memorizálni és megjegyezni, hogy ebből a szempontból magyar történelem számára kiemelten fontos Báthory lengyel királysága. A tragédia az, hogy még mielőtt a tragédiára rátérnénk, itt mutatnék egy képet, Jan Matejko, a leghíresebb lengyel romantikus festő képe Báthory Pszkov alatt, ahol az orosz koronát, cári koronát is felajánlják
neki. Nagyon híres festmény. Azért is érdekes, mert itt láthatók ezen a képen ezek a, azok a huszárok, amelyek ilyen nagy angyal szárnyakkal voltak ellátva hátul, ugye ezek a lovas huszárok. Ezek máig a lengyel huszárság hát meghatározó jegyei, filmekben is így lehet őket látni. Nagyon félelmetes hangot adtak ki, amikor sok lovas lovagolt, és ezek a szélben lobogtak, földre szállt angyalként támadtak az ellenfélre. Báthory ugye 1582-ben elhunyt Grodnóban, meglehetősen hirtelen, az oroszokkal megkötött béke után. Ez keresztül húzta minden számítását, és hát keresztül húzta, illetve hát elódázta a Magyar Királyság egyesítését is. Egyébként a Jan Zapolszkiban megkötött lengyel-orosz béke után negyedik Ivánt is igyekezett volna bevonni ebbe a török ellenes összeurópai koalícióban. De mielőtt meghalt volna Báthory, szót kell ejteni a dinasztikus terveiről is. Tehát Báthory azt gondolta, hogy ha már ő lengyel király, akkor egy dinasztiát kell alapítania, és a jogellók után egy Báthory dinasztia folytonosan felülhet a lengyel trónon. A probléma az volt, hogy a nála jóval idősebb Anna, jogelő Anna nem tudott már, nem volt olyan állapotban, hogy tőle trónörököst várhatott volna Báthory. Ezért egyébként kezdetben megpróbált elválni is, még a pápa engedélyét is megpróbálta beszerezni, de ez nem sikerült. Aztán úgy gondolta, hogy ha túléli majd Annát, akkor újraházasodik, és lehetnek utódai. Egyébként voltak különböző nőktől gyermekei, négy törvénytelen gyermeke is született, és hát most bármilyen csúnyán is hangzik, de hát Anna halálára várva rokonait megpróbálta legalább minél jobb pozíciókba helyezni. Esetleg közülük, ha mégse lenne utód, akkor esetleg közülük valaki, majd az utóda lehet. Egyébként András bátyjának fiáról van szó, ifjabb Báthor Istvánról. Tervei szerint Istvánt összeházasította volna a svéd király és Jagelló Katalin lányával, Annával, így a Jagelló vérvonal is megmaradt volna, ám közben István megházasodott, és így ez a terv kútba esett. Aztán András bátyjának kisebbik fiait, Boldizsárt és a kis Andrást szemelte ki utódnak. Előbbi már fővezérként harcolt a livóniai hadjáratban, majd külföldre küldte tanulni, diplomataként szolgált. Az ifjabb Andrást pedig kineveztette már 21 éves korában bíborossá. És Báthory István másik testvérének, Kristóf lányát, Krisztinát pedig összeházasította Jan Zamoyski hetmannal, legfőbb bizalmasával, aki egyébként már királya választásánál is ott tevékenykedett. Ha valaki Zamosban jár, akkor Zamoyskinak a nagy lovas szobrát ott megtekintheti, illetve a reneszánsz síremlékét Zamoyskinak és Krisztinának is a templomban. Báthory ilyen irányú dinasztikus tervei sem valósultak meg, bár ifjabb Báthory András Varmia püspökeként jelentős kulturális és mecénási tevékenységet folytatott. Ez egyébként itt a Lidzbark-Varminszkiban található püspöki vár, amelyet ifjabb Báthory András meccénási tevékenységének köszönhetően óriásit fejlődött, átépítette, kibővítette, hatalmas könyvtárat gyűjtött össze, és
amikor kiderült, hogy a testvérének, Boldizsának nem le, hiába volt felesége, nem lehet gyerekük, még az az abszurdum is felmerült, hogy ifjabb András, Bátori András feladja a püspöki pozíciót, cserél Boldizsárral, a testvérével, ő lesz a püspök, András pedig átveszi Boldizsár világi szerepét, és majd ő trónörököst hoz a világra, és így elveszi Boldizsárnak a feleségét, természetesen arról volt szó, és akkor a Bátori dinasztia végül is létrejöhet. Tehát a Lidzbark-Valminszki püspökvár egy nagyon jelentős kulturális központtá is változott, gyakran vendégeskedett itt egyébként Balassi Bálint, de megfordult Veselényi Ferenc is. Egyébként még egy másik ilyen kulturális emléket is szeretnék mutatni. Igen, Barcsevóban járunk. Saját maga és öccse Boldizsár számára építette ezt a gyönyörű, ifjabb Bátori András építette ezt a gyönyörű reneszánsz síremléket. Tehát látszik, hogy Bátori András püspökként, mecénásként, humanista műveltségű államférfiként próbálta önmagát felépíteni. Mint említettem, nem tudta Bátor István ezeket a dinasztikus terveit megvalósítani. 1586-ban ő hirtelen meghalt, tehát Annát nem élte túl, és hát unokaöccseit sem tudta valós királyjelölté emelni. Így Bátorit Krakkóban a Vável székesegyház altemplomában helyezték örök nyugalomra. Itt látható ez a díszes szarkofág. A lengyel, legnagyobb lengyel uralkodók között helyezték el, és külön, egy külön kápolnába ráadásul, tehát ez önálló helyen van, és látogatható is turistaként is, akár aki Krakkóban jár, mindig van rajta magyar nemzeti színű szalag, és gyakran eléneklik a magyar csoportok a helyszínen a magyar himnuszt. Bátorit már halálakor is rendkívül tiszteltek a kortársak, és egészen a mai napig, mint az előadásom elején említettem, a legnagyobb lengyel uralkodók között tartják számon. Külpolitikai elképzelései, azt, hogy Lengyelországnak mik az érdekei Oroszországgal szemben elsősorban, máig meghatározzák a lengyel külpolitikai, biztonságpolitikai gondolkodást. Végezetül egy idézetet olvasnék fel, amely halála után született Martin Kromer tollából, In Memoriam Stefani Bátori Regis Polonii 1589-ben. Templomban több, mint pap. Az országban több, mint király. Véleménynyilvánításban több, mint szenátor. Ítélkezésben több, mint jogtudós. A hadseregben több, mint hadvezér. Az ütközetben több, mint katona. A balsós elviselésében és a sértések megbocsátásában több, mint férfi. A közszabadság védelmében több, mint polgár. A barátság ápolásában több, mint barát. Társalgásban több, mint bizalmas. A vadászatban és a vadak megfékezésében több, mint oroszlán. Az élet minden más területén több, mint bölcs.
Ezzel zárnám Bátor István lengyel uralkodásáról szóló rövid, de talán érdekes és tartalmasnak szánt előadásomat, és gondoljunk arra, hogy mindig, ha róla van szó, hogy ő tényleg nem csak erdélyi fejedelem, hanem Lengyel-Litván királyság trónján is ült 10 éven keresztül, így Báthory is egy közös lengyel-magyar történelmi hős. Köszönöm szépen a figyelmet!